következő évben a színművészetit, mivel volt egy erőszakos énektanárnőm, Bigfalvi Júlia, aki gyerekkorom óta ismert, és nagyon szeretett, és ő mindig azt mondta nekem, hogy hát ő már gyerekkoromban látta, hogy én színésznőnek való vagyok, és nem orvosnak, amit a szüleim szeretnének. És megpróbáltam a színművészetit, és így elsőre fölvettek. Martó László osztályába kerültem, tanított még Szinetár Miklós, Valló Péter, Eszter Gályos Károly osztálytársaim, mondhatom? Persze. Akik úgy nagyon ismertek, Rudolf Péter, Iván Csicsilona, akkor évfolyam társaim voltak, Kaszás Attila, Eszenyi Erikő. Akkor egy jó osztályba jártál. Egy jó osztályba, 30-an kezdtünk, és elég nagy rostavizsga volt, és 16-an végeztünk csak. De azt mondták az osztályfőnökeink, hogy akik most itt végeznek, azoknak garantálják, hogy a placon maradnak, és talán megélhetnek a színészetből. Ez így is történt, azt hát hiszem. Igen. És az első színész évek milyenek voltak? Mennyire a külsőd alapján választottak ki a szerepekre? Hát egy fiatal színésznőt ugye már, hát természetesen, hogy fiatal szép lányokat játszottam, vidám színpadra kerültem. Most már, ha visszaszámolok, 13. éve vagyok ott. Ez neked egy szerencsés szám, ugye? Hát nem, most talán azt mondom, hogy szerencsés, általában nem, mert 13-án szoktam összetörni mindig a kocsiaimat. Most emlékem volt az, hogy 13. a péntekre esett, nem is ültem be a kocsiba, de akivel mentem, az karambolózott, amikor mellette ültem. Úgyhogy talán most úgy érzem, hogy a 13-as szám az majd szerencsés lesz a közeljövőben. Eddig nem volt szerencsés. Mégpedig azért változtattam meg ezt a nézetemet, mert nemrégen volt a Bújtor film bemutatója a Corvin moziban, a Három testőr Afrikában, és visszaszámoltam is, 13 évvel ezelőtt az első film szerepem a Szegény Johnny és Árnika című magyar film, amiben Árnikát játszottam, ez egy mesefilm volt, Sólyom Andris volt a rendezője, és én ott dolgoztam először Bújtor Istvánnal, 13 évvel ezelőtt annak is a bemutatója a Corvin moziban volt, és most is itt volt egy bemutatom, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez talán a szakmai szempontból a 13-as szám az jó. De elkanyarodtunk itt a 13-as kapcsán. Nehéznek vagy könnyűnek ítéled meg a saját pályakezdésedet? Szerencsés voltam, hogy Pesten maradhattam. Szerencsés voltam, hogy egy olyan direktor bízott bennem, mint Bodrogi Gyula, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat voltam színpadon, sokat dolgoztam zenérdarabokba, operettekbe, hát főleg a könnyű műfajba. Akkoriban volt nálunk ez a telepódium, tehát a televízióban is sokat szerepeltem, Gyuszi Ulafülben, Szeszélyes évszakok. Szóval úgy érzem, hogy végül is úgy könnyen ment, úgy gördülékenyen mentek az első évek is. Úgy hozta neked a sors a színészetet. Igen, igen, úgy szerencsés voltam. Rögtön kaptam főszerepet, van, aki forron szeretiben, Marilyn Monroe szerepét játszottam, a Virágot, akkor Szeretem a feleségem. Sorolhatnám, nagyon Torockó Émény azt, hogy nagyon sok jó szerepet játszhattam, és ez fontos egy fiatal színésznőnek, hogy sokat legyen színpadon. És mi volt nehéz? Mit tartasz az eddigi legnagyobb nehézségednek? Hát a nehézség, hogy ebbe a pályába beleférjen a gyerek, ugye már elég későn szültem. Most Zsuzsi 3 éves lesz október 11-én. Itt és nézem is a közös fotótokat. Igen, ez nemrég készült. De ha jól tudom, nagyon sokáig nem is igazán változtatta meg az életmódodat, hisz majdnem végig játszottál terhesen, és szülés után is hamar visszatértél. Igen, hát amitől fél egy színésznő, hogy a gyerek miatt majd kiesik a körforgásból, az nálam hála Istennek, hogy nem úgy történt. Egyrészt nagyon későn jöttem rá, hogy terhes vagyok. 3 hónapos voltam, amikor kiderült, hogy terhes vagyok. És akkor végül is egy percig nem gondolkodtam azon, hogy most elvetessem a gyereket, mert úgy éreztem, hogy most már akármi van, akármi volt a pályán, akármi lesz a pályán, nekem a gyerekkel, mert most már több lehetőségem nincs. Tervezted a gyereket? Akartál gyereket, vagy úgy lett, hát és aztán is, akartad? Nem terveztem konkrétan, de már tisztítottam a szervezetemet, és gondolkodtam rajta, hogy most már hamarosan kellene egy édes kis gyerek nekem, és ugye 3 hónaposan derült ki, hogy terhes vagyok, csak az igazgatómnak mondtam meg, Bodrogi Gyuszinak.
aki mondta, hogy hát, majd meglátjuk, hát most 3 hónap múlva lesz egy bemutató, hát primadonna szerepet kellene játszani benne a fiatalság bolondságba. Hát mondtam, hogy majd meglátjuk, hát honnan tudjam, hogy fog növekedni a pocakom. Tehát a pocakom nagyon lassan növekedett, úgyhogy még 6 hónapos teresen bemutató primadonna szerepbe debütáltam, sőt, még augusztusban színpadon játszottam, szabadtéren, sőt, egy nappal a Zsuzsi születése előtt még a Frici sorozatban játszottam, jó, hogy ott már fölvállalva, hogy teres vagyok, de úgy írták meg a szerepet, és hát azt hiszem, olyan sokat nem dolgoztam, mint az alatt a 7-8 hónap alatt, ami alatt teres voltam, és valóban, amikor megszületett a Zsuzsi, október 11-én rá 3 hétre már csörgött a telefon, és a szilveszteri műsorba kértek föl 2 különböző műsorban, és hát boldog voltam természetesen, hogy ilyen gyorsan vissza tudok állni. De mégis a nehézségre válaszoltál a gyerekkel. Tessék? Tehát mégis a nehézségre válaszoltál. Amikor azt kérdeztem, hogy mi volt nehéz az életedben, akkor válaszoltál. Hát a nehéz az volt, hogy eldönteni azt, hogy merjem-e vállalni a gyereket. Tehát az volt a nehéz, hogy vágytam rá, és mindig az volt, hogy jaj, még ezt megcsinálom, jaj, még ezt a szerepet eljátszom, jaj, még lehet, hogy jön egy olyan feladat, amit most meg kell csinálni. Meg hát attól féltem netán, hogy akkor lesz egy szerepváltás, ugye az ember szül egy gyereket, nem lehet tudni, hogy utána megmarad-e az alakja, vagy mit, hogy változik meg. Azt nem lehet tudni egy nőnél, hogy kire milyen hatással van az, hogy egy gyereket a világra hoz. Szóval sokan elvesztik az alakjukat. Én szerencsés voltam, mert azt hiszem, hogy ugyanolyan maradtam, mint előtte. És belül megváltoztatott? Hát belül nagyon. Belül nagyon megváltoztatott. Érettebb lettem. Hát sokkal boldogabb. Szóval most már akármilyen gondom, bajom van, rágondolok a Zsuzsira is, és akkor minden ilyen kicsinek tűnik. Tehát, hogyha szakmai problémák vannak, vagy nem úgy jön ki egy lépés egy szereppel kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy na jó, nem baj, de hát van a Zsuzsi. Tehát, hogy végülis ez egy olyan szerep, amit senki nem tud elvenni tőlem, és ez ahogy nő a Zsuzsi, annál szebb és szebb lesz, és annál több örömöm lesz benne. És ezt nem minden szereplő mondhatja el az ember. Szeretnéd, ha színésznő lenne? Tudom, hogy nem gondolkozom. Hát nem nagyon. Lenne, mert még nagyon pici, de... Nem nagyon, de hát nagyon, nagyon fogékony, és nagyon ilyen, hogy mondjam, hogy önkifejező, nagyon, nagyon szeret szerepelni. Oviba jár már 3 hete, és hát az óvónéni mondta, hogy mindenben részt vesz, és okos, értelmes, helyes, minden dalt ő tud elsőként. És miért nem szeretnéd? Hát nem tudom, ez a pálya azért kicsit bizonytalan. Ha megy, akkor az nagyon jó, de ha nem megy, akkor az borzalmas. Azt elviselni, hogy ne csörögjön a telefon, ne jöjjön egy forgatókönyv, ne hívjanak, ne kapjál egy szerepet egy színházba. Egyáltalán, hogy a színházba legyen szerződésed, és valahova tartozzál, mert ma holnap szerintem az lesz, hogy ilyen alkalmi társulatok lesznek, és mindenkit majd vendégként hívnak. És hát azért mi hát akkor élünk jól, hogyha van munka, mint mindenkinek. Ha nincs, akkor a színházi fizetésből nem lehet megélni. Hírnökeim szerint a Zsuzsi meg is ihletett téged, hogy írtál neki egy verset, igaz ez? Hát igen, tulajdonképpen írogatok mostanában verset, hát nem olyan igazi verseket, amikor úgy teli vagyok sok érzéssel és gondolattal, akkor úgy kiírom magamból. Szóval még gyerekkoromban gimnazista voltam, amikor ilyen szerelmi verseket próbálgattam írogatni, aztán utána semmi, és hát mostanában vagyok olyan érzelmi hangulatban, hogy írogatok szerelmes verseket is, meg Zsuzsinak is, meg úgy általánosságban is. És milyeneket? Mondanál egyet nekem? Hát akkor a Zsuzsihoz. Zsuzsihoz írt verset elmondanám. Voltam boldog, és voltam boldogtalan, de mióta te vagy, szívemben örök béke van. Megfiatalítottál, kicserélted testem, lelkem, véráraimban az anyaság biztonsága költözött be. Rád nézek, és tudom, mi a feladatom. Harcolni magamért, mit nem mertem soha, most már érted, így könnyebb a dolgom. Színésznő vagyok, osztoznod kell rajtam, mikor majd egészemet adhatnám, én osztozkodom rajtad. Életem része, drága kis csillagom. Bocsásd meg, ha szerettem mást is, csak egy kicsit, de nagyon. És el is mondod neki? Hát elmondtam neki, mert volt egy kis ilyen,
amikor kicsit féltékeny volt arra, hogy netán mást jobban.